ha van pedagógiának lényege pont ez, hogy megszerettesd vele a világot, mert ugye a gyereknevelés is végül is egy kicsit az, hogy beleszeretem a világot a gyerekem szívébe és pedagógusként, hogy maga a tudományt és a, tehát a matematika világát, mert hát miért lehetne mateket is úgy tanítani, hogy az élvezetes legyen. Na, nekem sajnos nem volt. Sziasztok, köszöntünk benneteket az És Boldogan Éltek Podcast soron következő részében. Ismét két hét, ismét itt vagyunk dr. Kádár Anna Máriával. Szia, Anna! Szia, sziasztok! Júniusban néhány nappal mindössze pedagógus nap után, ami június utol... utolsó, hol vagyunk attól még, június első hétvégéje. Ti is akkor ünneplitek, ugye, Anna? Pedagógus nap, június első vasárnapja, ha jól tudom. Nem, mi nem akkor. Nálatok mi hogy nem van? Nem akkor, tudom, hogy mikor, nem tudom, hogy mikor de nem akkor. Azt tutti Én ma kérdeztem meg, és nálunk, nálunk azt hiszem, hogy Na júni utolsó vasárnap, de most ráguglizok, hogy volt. hivatalosan hogy van, mert hogy nem véletlen ez a felvezetés, ugyanis ehhez kapcsolódóan határoztuk meg ezt az első júniusi podcast témát. Pedagógusnap 2023-ban mikor ünnepeljük a tanárokat? Már nézem. És pedagógusnap mozgó ünnep minden évben június első vasárnapja. Na látod, nem mondtam butaságot. Nálunk október 5-e. Tényleg? És képzeld de... el... Hogy megnyitottam egy táblázatot, Igen? és hogy itt van a világ összes országában, hogy mikor ünneplik, és mindenki valamikor teljesen más. Nem ünneplik. mondod? de érdekes. És hogy végülis egész évben ünnepelhetjük végül is. Egész a évben ünnepelhetjük a pedagógusokat. Egyébként te miért gondoltál rá, hogy, hogy beszélgessünk a tanárokról, beszélgessünk a pedagógusok, tanárok szerepéről az életünkben, hogyan hatnak az életünkre? Miért gondoltál azt, hogy erről, erről mindenképpen érdemes lenne beszélgetni, Anna? Most amiért eszébe jutott még egyszer, mert egyszer még ezt éve ugye említettem, hogy ez egy jó téma legyen, amit halogattunk, Hát most nálunk is sztrájkolnak a pedagógusok. <laughs> és most nagyon ott van a közhangulatban, hogy elkezdték szidni a pedagógusokat, ezzel, hogy bezzek, hogy sztrájkolnak, és akkor a gyerekekkel most mi lesz, és hogy lesz, hogy, hogy annyi minden megelevenedett így a hétköznapi beszélgetésekben, hogy van, aki védi a pedagógusokat, van, aki szidja, van, aki ezt gondol arról, hogy milyen egy jó pedagógus, van, aki teljesen mást, hogy ez is annyira ambivalens téma, Szerintem pont ezen a lényege, hogy a, a szülők, a pedagógusok is valahogy egyféleképpen gondolkodjanak bizonyos kérdésekről, meg, meg a szülők és a gyerekek is valamilyen módon, tehát legyen egy közös nevező, amiben azért mégiscsak le tudjuk szögezni, hogy, hogy milyen is egy jó pedagógus. Ami tök jó kérdés, meg nagyon jó felütése volt ez a dolognak, mert én fölírtam magamnak egy kis jegyzetembe, tudod, az Analyzer, vagy hogy szoktad mondani? Igen, mm -hmm. Analyzer, igaz? Tehát itt a kis no, műsorti előttem, igen, igen. és ide van írva szépen nagy betűkkel, fölkiáltó fölkiáltójelel, hogy nem politizálunk, ugye, hogyha már pedagógus téma, meg ezt mi, 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 mindig mondtuk is, hogy nem politizálunk ebben az adásban, viszont el elsősorban nem is a pedagógus társadalom rendszer szintű problémái az, amikről szerintem beszélni érdemes, meg nem is az ő nehézségeik, bár nyilvánvalóan nálatok is okkal ennek az utcára nálunk is, aki olvas híreket, látja, hogy mi van a tanárok körül, ez egy másik történet. Hanem az, amit mondtál is, egy pedagógus-szülő, de mindenek előtt egy pedagógus-gyerek kapcsolat, az szerintem egy annyira meghatározó, nem is azt mondtam, hogy építőköve, de inkább az alapnak az életünk házának az alapjának az alkotó eleme, ami rendkívül összetett, és erről az összetettségről, ennek a kapcsolatnak a minőségéről, illetve az életünkre gyakorolt hatásairól fogunk beszélgetni az előttünk álló néhány percben, igaz? Igen, meg, meg, hogy azt azért mindenképpen leszögezhetjük, hogy a barikád egy azon oldalán vagyunk, tehát hogy nem kell, ugye, szembefordítsuk egymással a szülőket, meg a pedagógusokat, meg a gyereket a szülővel, és a gyerekeket a pedagógussal, hanem pont azt megérteni, hogy egy közös ügyért dolgozunk, tehát hogy, hogy nagyon sok mindenben közös az álláspontunk, és milyen jó lenne azt, amit a hétköznapokban azért látunk, hogy egy-egy csoportban, amikor a szülők összefognak, és akkor közösen a pedagógussal tesznek valamit, vagy a pedagógus a gyerekekkel mondjuk meglepetés szerez a szülőknek, és hogy, hogy, hogy ez, a, ez a kapcsolat jóval konfliktusmentesebb lehetne, hogyha mindenki elismerné azt, hogy egyáltalán mik a korlátok, mik az erősségek, mik a nehézségek, és hogy ez egy folyamatos változás. Mert hogyha van olyan területe szerintem az életünknek, ami dinamikusan változik, ez pontosan ez a, a gyerek, a tanulás, a motiváció, hogy lehet, különböző generációk, akkor a szülő, de azért feltétel nélkül is kellene szeretni Gyereket. Tehát, hogy ez is pont olyan, mint a, a szülőgyerek kapcsolatban, hogy, hogy a jó nevelés, vagy, vagy ki nevel most jól gyereket. Ami viszont állandó, nem csak ebben a, a szülőgyerek pedagógus hálóban, hanem a mi műsorunkban is, az a podcast Pioneers, és köszönjük szépen a Vodafone sokszínű tartalmakat támogató programjának, hogy ezt az adást is támogatja. Ugye ezt mindig szoktam mondani, az adásunk első 5 percébe kell mondani, legutóbb majdnem kicsúsztam belőle, de most még sikerült benne maradni. Úgyhogy köszönjük szépen a támogatást a, a Vodának és a podcast És hát Hát köszönjük szépen a pedagógusainknak, hogy mi is itt ülünk, és félig meddig ilyen minőségben beszélgethetünk, mert hogyha jól sejtem, akkor minden bizonyal a te életedben is biztosan volt olyan ö, ovónéni, dajkanéni, tanár, tanító, aki hozzátette a magáét ahhoz, hogy de egyébként pedagógusnak tartod magad, vagy pedagógusnak mondod magad, vagy pedagógusnak vallod magad, de hogy mégis egy tanító emberré váltálna. Igen, az egyik, tehát az, a szakmai identitásomnak egy jó része az igenis a, a tanári pedagógusi identitásom. A másik ugye az persze, hogy a pszichológus, és még van egy jó pár, de hogy ez a kettő, ami, ami meghatároz, és hogy ne, nem csak azok a mintáim vannak meg, hogy miért lettem a pedagógus, tehát hogy ki volt az a, a, személy, aki, aki valamilyen módon motivált és elindított a pályán, hanem nekem nagyon sok ellenazonosulási mintám is van. Tehát, hogy igazából erről is kell beszélnünk, hogy, hogy igenis vannak negatív tapasztalatok is, meg hogy gyerekként hogyan éljük meg ezeket a mindennapokban. Azonosulás, ellenazonosulás, ahogy néztem, szerepmodell, utánzás, ezek azok a fogalmak, amiket mindenképpen kell majd érintenünk. Személyiségfejlődés, erről is érdemes beszélni mindezek tükrében. De hadd kérdezze meg akkor, hogy mesélsz nekünk egy picit arról, hogy végül is neked milyen emlékeid vannak, vagy milyen meghatározó szereplők vannak az életedben, akik hozzájárultak ahhoz, hogy, hogy ma büszkén mondod azt, hogy részben pedagógusnak is vallod magad egy kicsit mesélsz nekünk az életed ezen részéről, aztán hogy persze nyilván belemegyünk ennek a pszichológiájába. Hát ugye visszagondolok az óvodás meg a kisiskoláskori éveimre, azok nem feltétlenül ilyen pozitív emlékek, tehát hogy szerintem életem traumáit valahogy hogy onnan hozom magammal, tehát akár mondhatnánk így is, mert hogy óvodáskoromból például ez egy nagyon erős, intenzív emlékem, hogy vagy az igazából olyan ebédidős emlék, hogy nem szerettem a paradicsomlevest, és ugye kötelező volt mindent megenni akkor az óviba, és én nem ettem meg, és a varga bélesemet belerakták a paradicsomlevesbe, azt meg imádtam. Tehát ez az egyik legelső képem az óvodából, hogy a varga bélesnek a tetejét valahogy próbálom kibányászni a paradicsomlevesből, meg hogy fekete pontot kapok, hogyha nem alszom. Tehát ez valószínűleg a dadus köthető inkább, vagy úgy, nincs konkrétan meg, hogy most melyik ova néni. Tehát volt olyan ovo akivel van pozitív emlékképem, de mégis dominánsan valahogy, valahogy, ez a negatívabb rész maradt meg, meg hogy sírok, ordítok, miközben nagyapám húz le a lépcsőn, hogy kell menni óvodába. Tehát nagyon-nagyon ellená nagy ellenállás volt bennem. Valószínű, hogy én is jobban hamarabb kezdtem az óvodát, mint ahogy kellett volna, hiszen... Romániában ugye a kommunizmus idején azért ilyen nagyon kevés volt a szülési szabadság, tehát két-három hónap, és akkor utána már kellett rendezgetni a szülőknek, ugye, hogy kivigyázzon a gyerekre, hát hogy nem voltam én még három éves, amikor elkezdtem a, az Ovid például. Aztán egy nagyon-nagyon szigorú tanítónénim volt, és tehát az egyik meghatározó élményem, és az szerintem kifejezi a tanítónéni és a köztem levő viszonyt, az az volt, hogy másodikról harmadikra, amikor volt a, a nyári vakáció, akkor megkérdeztem a tanítónéni, ki mit olvasott és um, akkor én mondtam a Résztábla kapu alatt című regénynek mind a három kötetét elolvastam, és, mert, mert hogy akkor ment sorozat filmként, hétfőnként a tévében, persze ez nem egy életkoromnak megfelelő olvasmány volt, de hát mégis valamilyen módon érdekelt, és elolvastam. Tanítani rám nézett, és azt mondja, hogy ügyle Kádár, ne hazudj tovább. És ez annyira ilyen megdöbbentő élmény volt, hogy azt is mondtam, amikor az 5 os osztályos találkozónkat szerveztük, hogy amikor majd el fogok menni a tanítónénihez, akkor én ezt el fogom neki mondani. Tehát, hogy nagyon-nagyon hideg volt a viszony, tehát nagyon magas volt a teljesítmény elvállás, és nagyon hideg volt a pedagógus diák viszony. Én vállaltam magamra ezt az osztály találkozó szervezés, 81 néhány éves volt a tanítónénim, amikor elhívtam ugye erre a találkozóra, és tehát hogy egyrészt ilyen szürreális jelenet volt, hogy, hogy becsapta a férje az órom előtt az ajtót, mert azt, azt itt itt a polgármesteri hivataltól jöttem, aztán meg is csak beengedett. Mondom a tancinak, hogy na, akkor szeretnénk meghívni az osztálytalálkozóra, és akkor kezdem magyarázni, hogy én ki vagyok. Elővette az osztályképet, és képzeld el, hogy nem emlékezett, hogy én egyáltalán léteztem a világon. Tehát, hogy ez egy ilyen Felsorolt az osztályból a kedvenceket, Végig élt tanuló voltam, azt azért hozzá kell tenni, tehát szín tízes tanuló voltam végig, tehát hogy mindig kiszólítottak, hogy na akkor diploma, és első tanuló, és stb. És a tanítani nem tudta, hogy ki vagyok, és akkor történt egy ilyen nagyon érdekes szemléletváltás, hogy én most kinek akarok megmagyarázni, mit, hogy én kezdjem mondani, hogy én óvodapedagógusokat és tanítókat tanítok az egyetemen, valószínű, hogy ez is a motiváció egy része, tehát nem véletlenül mondtam el ezt a példát, mert hogy igen, és szerintem a belső gyerekemnek volt ez nagyon-nagyon fontos Pontos, hogy én olyan pedagógus generációt szeretnék látni, aki odafigyel, aki tudja, hogy ez gyerekként ugye az egocentrikus gondolkodás szempontjából milyen az, amikor nincs meg ez az érzelmi kötelék, hogy valószínűleg neki köszönhettem ezt az egészet, meg akár az is, hogy érzelmi intelligenciával foglalkozom. Tehát, hogy igazából utólag akár hálás lehetnék, hogy erre a pályára tévedtem. Nem is tévedtem, mert is tudatos döntés volt aztán egy idő után de valahogy mindig valahogy a, a, sodrás is mindig valahogy erre, erre fele vitt engem. És utána kaptam egy olyan osztályfőnököt, aki hát igazából maga volt a csoda, Mai napig is képzeld ír nekem, egy városban lakunk, és sokszor elszokott küldeni nekem egy-egy képeslapot, és ráírja azt, hogy mennyire büszke rám, és hogy mennyire jó volt engem látni itt meg ott, és a kicsi szorongó kislányból, mivé váltam. Tehát egy pedagógus, aki kíséri a te életutadat, aki rád figyel, aki igazából értékel. Tehát, hogy nekem az iskolában onnan kezdődött az életem ötödiktől, mikor kaptam egy olyan oszit, egy francia-magyar tanárnő, Szabó Anna Mária. Úgyhogy ezúttal is köszönöm neki mindazt, amit tőle kaptam. Tehát, hogy, hogy végül is egy csomagban megkaptam mindazt, amit soha senki mástól. Meg, meg hogy az és többi tanárom 5 8 tehát egy hihetetlenül jó tanári közösség volt. Például múltkor pont leszólított a történelem tanárnőm az utcán, és egyszerűen nem ismertem meg. És akkor elkezdte nekem mondani, hogy, hogy én akkor ötödik be, és hogy hogy néztem ki, és miket mondtam, és mit csináltam, és hogy milyen jóra való gyerek voltam, akkor van, és akkor én most mennyire törekvő, meg stb. És akkor nézem, tényleg, hát ő a történelem tanárnő, tehát az is hihetetlen volt így látni. Úgyhogy 5-8-ban végülis egy nagyon jó közösségben voltam, aztán 9-12-ben ott már megint megoszlott a, a ugye a tanári modellek, például a lélektantanárom, egyáltalán nem, nem volt olyan, mint amilyennek ér, annó végig gondoltam, hogy na milyen kell legyen egy, egy, egy pszichológus, aki tanít, tehát, hogy nagyon nehezen bírt velünk a, a fegyelmezéssel, meg úgy amúgy mondott jó dolgokat, csak valahogy ez a viszony, ez a tanárdiák kapcsolat valahogy nem alakult ki, és, és én azt láttam, hogy igazából a módszertani tudás mellett, mert persze minden tantárnak megtanultuk a módszertan, a matematika tanítás módszertan, a mai napig is a diákénk tanulják a magyar és idam tanításának a módszertana, de hogy ezen átsüt az, hogy, hogy milyen az a személyiséged, mennyire tudod megszerettetni magadon keresztül azt a tantárgyat, hogyan tudsz ráhangolódni a diákokra, és én pont azért szeretem nálunk az egyetemen, mert hogy igazából ezen van a fő hangsúly, tehát hogy ez, ez az első szint, hogy egyszer a kapcsolat, egyszer az, hogy odafigyelek arra a gyerekre, odafigyelek az osztályközösségre, és utána jön a módszertan ismeret, mert azt meg lehet tanulni. Tehát végül is nagyon sokan jó ráéreznek rengeteg mindenre, de az, az az, attitűd, ami, ami, ami ott van ugye benned, egyrészt a diákok irányában, és másrészt pedig nekem a pedagógiai hitvallásom az, amit Karácsony Sándor uh, híres pedagógus mond, hogy a pedagógus nem lehet megkeseredett ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van a jövőből vetett hit optimizmusa. Tehát az, hogy neked milyen világszemléleted van. Na is én ebben Úgy hiszed, Isten, de szép ugye, elsősorban. És képzeld el, hogy a Debrecenben a Református hit tudományi Egyetemen a Karácsony Sándor teremben tanítottam. Igen. <laughs> akkor a remeláció. Igen, képzeld el. Megleptél, Anna. Mert? A, a te én nem egyéniségedből... Nem, érintőlegesen a, az ülekádár ne az úgyra emlékszem, azt vagy fölvételen kívül Jé, mondtad, vagy valamelyik adásban mondtad el, de erre a sztorira emlékszem, hogy ezt, ezt egyszer talán mesélted. Lehet, hogy akkor, uh -huh. amikor beszéltünk erről, a, hogy a pedagógus témát is egyszer ki kéne uh -huh. egy adásban. Azzal leptének, hogy én alapvetően ismerek meg, szerintem most már egy másfél évadnyi és boldogan éltek után, meg rengeteg előadás, meg könyv, meg hasonló után, a hallgatók egy része is megismertéged valahogy, és én azt hittem, hogy mikor fölteszem ezt a kérdést, akkor hát nekem ilyen jó... Ta... És milyen érdekes, hogy rögtön először a, a, az ellenazonosulási példa jött, hogy az valószínűleg valahol elültetve mennyivel erősebb bevésődés lehet, nem? időrendi sorrendben vettem, tudod? Mert hogy uh, ma már mondhatom azt, hogy nem ez a meghatározó. De nagyon-nagyon sokáig uh, küzdködtem ezzel, emlékszem gyerekként, hogy de vajon miért nem fogadnak el, de vajon miért nem szeret engem a tanítónéni, És ez a nagy törekvés, ez az, ez az, első tanulóság, hogy nekem mindig meg kell mutatni, hogy én nem csak, hogy ügyes vagyok, hanem minden túl tanulok, és minden könyvet elolvasok, és olyan, mintha ez, a, ez a folyamatos bizonyítási vágy ott lett volna mindig bennem, hogy én ezt megmutassam, hogy mégis és csak érdemes vagyok a szeretetre, pedig én egy nagyon szabálykövető. Tehát úgy képzeld el, ez a tipikus jó kislány be van fonva két foratba a faja, akkor a hajpán, mindig minden ott van, minden házi leírva, minden tökéletesen elvégezve, és akkor ugye ez a kérdés, hogy, hogy de vajon miért szégyenülök meg helyzetekben, vagy miért volt fontos például tanítani neki az, hogy mondjuk még egy példa, hogy gólyákat rajzoltunk, emlékszem, egy ilyen tavaszi képet kellett rajzolni, és kifestettem fehérre a gólyát, és akartam tenni neki egy szemet feketével, és persze nem vártam, hogy a fehér megszalad, és fekete lett a gólya. És akkor tanítani fogta, kivitte az osztály elé, nézzétek meg Kádár milyen gólyát rajzolt, de hogy ez miért kellett, uh -huh, ugye, tehát uh -huh. hogy miért, miért kellett vajon neki engem megszégyeníteni, uh -huh. tehát hogy soha nem tudom, de hát végül is, nincs is, hogy megkérdezzem mi, vagy nem tudja, hogy léteztem, tehát akkor végül is nonsens, hogy <laughs> én erre egy választ kapjak. De emlékszem, ezt még Ransburg is elmondtam. Mm -hmm. Pont ezt a kérdést tette fel, hogy na milyen pedagógusaim voltak, mikor Rajúr itt volt vásárhelyen, és ő mondta, hogy de minek akarod elmondani, vagy miért akarod szembesíteni, és emlékszem ez a rebellis vágy bennem, de én most elmondom, és ez az igazságtalanság, ami mm -hmm. engem ért, és most már, ma már ez egy átkeretezett történet, mert tudom tényleg azt, hogy, hogy ez is kellett ehhez az úthoz, ahhoz, hogy én egy pedagógussá váljak, sőt, végig is magamat azért elég jó pedagógusnak tartom, tehát nem tökéletesnek, uh -huh. elég jónak, mert hogy igenis figyelek, és, és ezt tanítom minden idegszállammal, hogy, hogy értse meg az, a, az, az tanító, hogy milyen a gyerek fejlődéslek tanít sajátossága, mert minden változik, a kormányok változnak, a miniszter változik, a tanter változik, de az, hogy milyen az a gyerek, mi az a húsvér gyerek, az nem fog változni. Jó, Életkori sajátosságok hamarabb, később elkezdődnek. Változnak a generációk, hogy most XYZ, alfa, milyen generáció, Persze. de az, hogy, hogy az a gyerek hogy látja a világot, kisgyermekkorban, majd prepubertáskorban, majd sedlőkorban, az nem fog megváltozni, ezek egyetemes jellemzők. Egy kicsit ezen a ponton szerintem segítsünk kapcsolódni, ugye szerintem a mi közönségünknek a java az mondjuk, mondjuk, szülők, vagy kisebb, vagy nagyobb gyerekes szülők, akik, akik hallgatják ezt a műsort, ezen a ponton engedj meg nekem egy üzenetet, képzelt Patreonon kaptuk, az egyik támogatónktól, csak nagyon kapcsolódik ehhez a pontjához a műsornak, pár sor felolvashatom, Ágnes írta nekünk. Persze. Azt írta, szeretném megköszönni a kitartásatokat és azt a lelkes műsor készítést, amivel eddig ellátatok minket értékes tartalmakkal. Azt kell mondanom, hogy ugyanaz én lányom már 15 éves, és sok olyan téma van, ami kinőtt minket, de ennek ellenére minden részt olyan élvezettel hallgatok, mert igazából szerintem a gyereknevelés a felnőttek családdá nevelésénél kezdődik. Így a témáitok sem, csak a gyerekekkel kapcsolatosak. Kívánok nektek és magunknak még nagyon sok témát és hozzátámogatókat. Ezt írta nekünk Ági Patreonon. De jó, Úgyhogy köszönjük. nagyon szépen köszönjük Áginak. Na tehát, is akkor a kapcsolódás. Szerintem egy ponton azért beszéljünk arról, hogy a pedagógus felelőssége és a szülő felelőssége, és a kettőjük kapcsolatának a, a miensége mennyire fontos, mert hogy milyen életkori sajátosságai vannak a gyerekeknek, amikor először pedagógusokkal találkoznak. Legyen ez mondjuk bölcsőde, óvoda, iskola mit jelent a gyerek számára a tanár kép, illetve a pedagógus kép, vagy a dajkanéni kép, vagy az ovonéni kép, ami belép az ő kis világába, és milyen elemévé válik az ő kis világának, és ezért miért fontos, hogy ehhez az elemhez például a szülő hogyan kapcsolódik? Legkorábban ugye a bölcsődés meg az óvodai években, hát az érzelmi biztonságnak az egyik legfontosabb szereplője a pedagógus, és lehet is látni, hogy um, ahogy egy óvodában ugye kialakulnak a szertartások, a rítusok, ahogy ő megismeri a, az óvodnak a hangját, ahogy mesél, ahogy ugye ott vannak a különböző ilyen pontok, ahol, ahol lezárulnak, meg elkezdődnek tevékenységek, az, ahogyan például egy ovonéni fogadja a gyereket, ahogy megöleli, ahogy ugye kísírhatja magát az óvodapedagógusnak az ölében, tehát ezek mind-mind ahhoz kapcsolódnak, hogy hogy, hogy mennyire jobb biztonságban lenni egy olyan helyen, ahol is a legtöbb időt töltök el a családon kívül. És hogy szülőként is azért ez egy mekkora bizalmat igényel, hogy én rábízom egy teljesen idegen számomra idegen személyre a gyerekemet, és hogy, és hogy maximálisan meg tudjak bízni abban, hogy ez a gyerek jó kezekben van. És ez mennyire fontos dolog, ezt minden óvodapedagógus kihangsúlyozza, hogy, hogy, a gyerek ugye akkor fogja biztonságban érezni magát, hogyha a szülő jól el tudja engedni a kezét. Vannak mindig ezek a jelenetek, amikor a szülők, ugye, a, hát különösen az első gyerekes szülők szoktak kukucskálni, vagy a, ugye a kukucskálójukon, vagy nem tudom, nálatok van-e ilyen, vagy az ablakon, tehát megkerülük az óvodát, és akkor az ablakon benéznek, hogy na, akkor minden rendben van a gyerekkel, biztos, vagy ha sír, vagy ha nem sír, és hogyha ugye én szülőként nem tudom jól elengedni ezt a gyereket, akkor a gyerek, amit a kettős kötésbe lenne, hogy itt sincs, ott sincs, tehát, hogy nem érkezett meg még az óvodába, mert ugye a szülő szorong, tehát ez egy az egybe ugye átmegy a gyerek irányába, és hogy lehet látni, például a Valdorban nem tudom, mondtam-e, hogy hogy van ez a beszoktatás, szerintem lehet meséltem, hogy mindig csak egy gyerek szokik be Meséltem ezt? Nem, nem, történet. nem, a beszoktatásról még nem beszéltem. nem. Nem. tartásról meséltél már meg programról, de a beszoktatásról még nem. Na nálunk az OVI-ban ez zseniálisan meg, meg volt oldva, és szerintem ez is az érzelmi biztonságnak a, az egyik fontos tényezője, hogy mindig az OVI, ugye vegyes csoport, és mindig az OVI-ban, amikor kezdődött, akkor már az OVI előtt egy héttel, tíz nappal elkezdődött ez a találkozási folyamat, hogy találkoztunk egyszer, még tudom én, az óvodán kívül van itt egy somostető nevezetű hely, meg egy pikken nevezetű hely, és akkor szülők, gyerekek, egyáltalán volt egy ilyen kötetlen játék, ismerkedés, aztán utána bent az oviba egyszer-kétszer, a szülőket közben kiküldték, hogy vegyenek egy kis gyümölcsöt, akkor gyerek vissza, tehát a gyerek tapasztalja meg, hogy elmegy, a szülő visszajön, ezt úgy gyakoroltuk úgy egyszer-kétszer-háromszor, aztán utána amikor megkezdődött az Ovi, első nap csak a nagyok mentek. Tehát, hogy legyen meg az ovonéninek az a tere, hogy ő a nagy gyerekhez kapcsolódjon, tudja meghallgatni a nyári történeteket, mert gondold el, az is milyen frusztráló, mikor becsődül a rengeteg kisgyerek, és akkor mindenki sír egyszerre, és a nagy kötődne az ovonénihez, csak az ovonéni pont mást kell akkor hirtelen. Na most ezekben a, az óvodakezdés előtti időszakokban ugye kiderül, hogy kik ezek a könnyen alkalmazkodó típusú gyerekek. Ki az, aki bemegy az Oviba, pont beszokott, tehát ezek az igazi promoterek, akik már voltak a másik csoportban, és már beszélgettek az igazgatónénivel, meg már jól elvannak, és akkor lesz egy ilyen sorrend, és képzeld el, hogy minden héten egy gyerek szokik be. Tehát, hogy október végéig, szeptemberben kezdődik ugye az iskola, és október végéig történik a beszoktatás, és minden héten jön egy gyerek. És igazából sosincs sírás, tehát vagy nagyjából nincs sírás a csoportban, és mire pont a ugye az első gyerekbe szokott, mert a nagyok egy kicsit bekerülnek a gondozó szerepbe, ők is ott vigyáznak rá, meg ugye integrálják a csapatba, jön a következő, megint a következő, és ez egy hihetetlenül jól működő történet. Mind a két gyerekem végül is így szokott be az óviba. Persze ott már könnyebb, amikor már van egy tesó előtted, mert hát az egy könnyített terep. De ugye ez az érzelmi biztonság talán, ami a legfontosabb. És utána, amit Vekerdi Tamás is mondott, és ezt nagyon-nagyon szerettem ezt a gondolatát, hogy nem az óvodának kell felkészítenie a gyereket az iskolára, hanem az iskolának kell befogadni az óvodáskorú gyereket. Nálunk ugye van ez a nulladik osztály, ez az óvoda iskola átmenet, és talán itt van a pedagógusnak megint pont az a szerepe, hogy ugyanilyen meleg fészekké tudja az iskolát változtatni, hogy, hogy ne egy ilyen éles váltás legyen, amivel nagyon sokszor hallom, hogy a szülők is úgymond, hát ő riogatják a gyereket, mert lejár a jó élet az óvoda és aztán jön az iskola, és aztán ott meglátod, hogy mi lesz miközben. Na hát, tényleg, ugyanilyen... amit mondasz, ezt, ezt kérdezni is akartam, hogy ez kicsit nem járulunk hozzá, vagy nem járul hozzá, úgymond a, a berögződés, hogy, 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 azt mondják a szülők a gyerekeknek, hogy ú, bár lennék én is óvodás, mennék a szoviba, ott még milyen jó volt, majd meg tudod, mikor iskola lesz, majd amikor végig kell ülnöd, hogy, tehát hogy mondjam, szegény iskolás pedagógusok már alapból rossz pozícióból indulnak, tudod, ahonnan szokták mondani, hogy már nehéz nyerni. Igen, miközben ez nem így kell legyen, sőt, hát nagyon sok jó pedagógus látok, nem csak a Valdor fogtatás, ez, egy különös hangsúly, hanem a hagyományos oktatásban is, hogy igazából te csak a gyerek központiságodat kell és, és azon kívül igazából, hát a játékon, az élménypedagógián keresztül minden egy, egy nagy kaland, egy felfedezésé válhat, tehát nem egy büntetés a tanulás, és ez mennyire fontos. Ugye, hogyha maga pedagógus is szeret tanulni, hogy kíváncsi, hogy nyitod, hogyha úgy szervezi a csoportmunkát, hogy ezek csillogó tekintetek néznek rád és hogy, hogy, mennyire lehet látni azt, hogy, hogy, ott már ugye ez a teljesítmény versus kisebb rendőrségnek az időszaka, hogy az erikszani fejlődés elmélet szerint, hogy a gyerek akar tudni, kíváncsi, fel akar fedezni, tehát ugye a gondolkodás minőségében is egy váltás, tehát hogy már megszűnik ugye ez az egocentrikus szemlélet, már képes ugye másfele is nyitni az empátiára, a csoportmunkára, megjelenik a szabályjáték, tehát hogy rengeteg minden változik, több szempont szerint tud osztályozni, megjelennek a másodlagos érzelmek, Viszont ugye nagyon nehéz a pedagógusnak abból a szempontból, hogy ez a nagy megérkezés régebb azért volt négy év erre. Tehát ez a latencia korszaka igazából a frajdi elmélet szerint, hogy van egy ilyen jó kis nyugalom, hogy jön a kortárs csoport, és hát hogy jó, persze kisebb-nagyobb szerelmek vannak, meg bokárogjuk egymást, meg a Jancsika plusz Juliska egyenlő szív. Na tehát ilyen típusú konfliktusok voltak, úgymond régebb is, de hogy ez annyira lerövidül, Úgymond ez a latencia korszak, hogy már 3.-4.-től jön a prepubertáskor nagyon erősen. Ami régebb ugye ez a 7 8 kor volt, tehát hogy a pedagógusok is bekerülnek egy teljesen új szerepkörbe, mert ott már jóval erősebb határokat kell vonni. Ugye beszéltünk a bullying, zaklatás köréről. A bántalmazásról. Sőt, ugye beszéltünk ennek kapcsán talán arról is, hogy ugye prepubertáskor már volt olyan kislány, akinek ugye a menstruációjáról kellett beszélgetnie az osztályfőnöke, mert pont úgy járt szegénykém, hogy férfi osztályfőnök volt, és annak kellettetek messzeire lépni, mert úgy ütött be a krak, és talán neked mondta a tanító bácsi, hogy az isten nem gondolta, hogy nekem egyszer ezt kell majd csinálnom. Ezt mesélted. És itt jön be az a kérdés, hogy mi a legfőbb feladata egy pedagógusnak? Így, így. Ezt szerettem volna kérdezni tőled? És hogy ez hogyan változik, hogyan változott az évek tükrében? Igen, hogy a, hogy manapság, már a pedagógus ugye nem a tudás egyetlen birtokosa. Sőt, nagyon sokszor ő is tanulóvá válhat, mert ugye a diákjaival, diákjaitoket tanuljon. Például informatikai ismeretektől kezdve, youtuberek, celebek, influencerek, és nagyon sokszor ugye a diák lekörözi a saját tanítóját, és akkor a pedagógus, mint egy ilyen autodidakta, akkor fel kell zárkozzon ezeken a területeken. Tehát, hogy már nem csak az van, hogy van egy ilyen hierarchikus kommunikáció, én vagyok fent, én vagyok a minden tudó, és te kicsi gyerek, téged megtanítalak valamire, hanem, hanem már szerintem egy-négy osztálytól, és egy ilyen kölcsönös tanulási folyamat van a tudás szempontjából, mert amúgy is kölcsönös ez a tanulás érzelmi szempontból. De akár már lehet az, hogy a harmadikos, negyedikes gyerek, aki például, mit tudom, én nagyon rá van fókuszálva a földre, az ismeretekre és a bolygókra, meg stb., olyan kis tart, hogy még a pedagógus is elcsodálkozik. És ugye ez a fajta nyitottság, meg a világfele való nyitottság, hogy ez nem jó rossz, hogy most akkor nem szabad a youtubereket, influencereket hallgatni, mert, hanem igenis, például pont most a tegnap volt egy terápiám, és az egyik kisfiú mondta, hogy tehát volt egy konfliktus a szülő gyerek kapcsolatban, hogy túl sokat néz valamilyen tartalmat, és mind nem akarták elárulni, hogy mit. De mondom, hogy film? Nem, rajzfilm? Nem. Hát akkor uh, valamilyen játék? Nem. Akkor végül is az anyukája mondja, hogy de hát ilyen... Uh, van valaki, aki beszél a játékokról, mondom, egy ilyen youtuber, egy ilyen influencer, igen, és kimondtam a nevét, hát a gyerek neki majdnem, lehet, most nem akarom neki reklámot csinálni, tehát leesett az álla, hogy jé, te ismered? Mondom, igen, és még a másikat, csak a harmadikat, csak a negyediket, mert én is, ugye a diákom erről írt államvizsga dolgozatot, hát ott a Baracsi Katalinos részben uh, említettem, mikor is, amikor az internet, miről? Jaj, ne, 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 a hévizes részbe említettem, hogy pont Hévízen voltam, amikor Baracsi Katalin tartotta ezt az előadást. Így és van, és hogy én ezekről semmit nem tudok. És itt jön szerintem az egész nevelésnek, meg pedagógjának a lényege, hogy te ne kritikus szemmel néz a diák vagy a gyereket vele, hanem értsd azt, hogy, hogy az a serdülő hogyan működött, mert tudod, hogy te is így működtél. És tudod, hogy te is milyen dühös voltál az anyádra, meg az apádra, meg a földrajztanára, és hogy, 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 ebben próbálj meg ugye egy olyan uh, hamubasú pogácsa rendszert rakni mögéje, hogy, hogy amikor tényleg ott lesz 20 éves találkozom, vagy 30-asan, vagy 40-en, emlékezzen arra az egy mondatodra, amikor te hittél benne, te elindítottad, mert hát ha van pedagógiának lényege pont ez, hogy megszerettesd vele a világot, mert ugye a gyereknevelés is végül is egy kicsit az, hogy beleszeretem a világot a gyerekem szívébe és pedagógusként, hogy maga a tudományt és a tehát a matematika világát, mert hát miért lehetne mateket is úgy tanítani, hogy az élvezetes legyen. Na, nekem sajnos nem volt Hallod, egy olyan matek. világéletemben hülye, hülye voltam matekhoz. Velem. Világéletemben. Nekem még az érettségim dolgozatomban is 360 fok volt a háromszög belső szögeinek az összege. De hát az egy tökéletes kör. De, de olyan matek tanárt kaptunk a, az utolsó fél évébe a giminek, hogy én nem gondoltam azt, hogy a, a matek órákat lehet várni. Én humán jártam, én világértem egy humán beállítottságú ember voltam. De egy ilyen energiabomba nő becsattogott oda, érted? A teleír táblád három pillantás alatt átnézte, elmondta, hogy a 15. sor 48. betű számjánál hol van egy pici hiba, azt javítsuk ki, egyébként lehet törölni, kezdjük előről amikor mit tudom én, lazának kellett lenni, akkor laza volt, volt olyan, hogy óra közepén ott valaki, végig végigpofázta az órát, tudod, és akkor kiment a tábla, azt, hogy na, akkor most megmutatja, azt nyilván elakadt, mert akkor már nem volt akkor a nagy Ez fogta, az fölcsapta magát az asztalra, és elfeküdt, és akkor most megvárom, míg végzel, jó? És hát azon röhögött, hogy a tanár ott fetreng egy padon. Egy ilyen, tényleg egy ilyen, ilyen mama típusú, ilyen szuper nagy típusú tanár. Hát úristen, akkora élmények voltak azok a matek órák, arról nem beszélve, hogy az érettségi bankettünkre, amikor elhívtuk, lerúgta a cipőjét, aztán mezitlát táncolt velünk, érted, szakadt róla a víz, pedig szerintem nem tudom, volt annyi idős, mint mi. Na, látod, érdekes? És egy matek tanáról beszélünk. Igen, mert hogy nagyon sokszor szerintem az igazi találkozás a pedagógus és a diák között, amikor a két személyiség találkozik, az pontosan a 12. osztálynak a második felétől történik, amikor már kell készülni a tanárdiák meccsen, vagy nem tudom, nálatok ilyenek vannak, hogy tanárdiák mérkőzés. Vannak persze, vannak ilyen döknapok. Van a... Igen, igen, a igen van a baldagás, van nálunk ugye a kárpálás, amikor elmennek, ugye igen, ha elmennek a tanárhoz, és akkor énekelnek nálam, meg te megkínálod különböző dolgokat. Ja, és az akkor a szerenádozás, igen, igen, A szerenádozás, igen. És akkor van a maga a ballagási ünnep, meg utána van a buli. És hogy azon a bulin, amikor ugye véget ér a, a 12. és lesz a banket buli, tehát én azt látom, hogy nálunk is a, a, diákokkal, hogy akkor jön el az a teljes érzés, hogy na, kollégák lettünk. Tehát, hogy nincs senki, senki alatt vagy fölött, és hogyha talán van valami, ami fele az egész oktatási rendszer elmozdulhatna, az pont ez, hogy ugyanúgy, mint ahogy a szolgáló vezetés is, mint vezetési elmélet most egy ilyen nagy trend, hogy nem a vezető van felül, és akkor tipor, nép, alkalmazottak nektek, majd megmondom, hogy mi lesz, hanem én olyan erőforrásokat teszek ugye az alkalmazottak háta mögé, és úgy támogatom, meg hagyom, hogy ők fejlődjenek, hogy ez a szolgáló vezetés. És ugyanúgy a pedagógiában is, hogy hát most már annyi inger van a, a, diákok körében, és annyi mindent tudnak, és annyi mindenhez hozzáférhetnek, hogy igazából nagyon sokszor tényleg én csak facilitátorként kell működjek, mert hogyha ő megtartotta azt a két kíváncsi szemét, a lelkét, akkor igazából teljes öröm lesz a tanulás, meg a felfedezés, meg a kíváncsiság. Sőt, együtt indulunk el egy olyan Úton, amit, amit bejárhatunk közösen. És akkor így ez lett volna a záró kérdésem, ahonnan indítottunk is, mennyire mélyen szövődik bele az életmesénk szövetébe a tanár, a pedagógus, a tanító? Most itt találtam én is egy vekeldi gondolatot, és szerintem ez adja meg erre a kérdésre a választ. Amikor ugye megkérdezték vekeldi Tamást, hogy ki a jó pedagógus, és azt mondja, hogy én egyet emelnék ki, a jó pedagógus nevelési paradigmája a gyereket illetően az, hogy legyél, aki vagy. Én ehhez foglak hozzá segíteni, és semmi esetre sem az, hogy legyél, akivé én akarlak tenni. De hát a gyerek valaki, akárhány milliárd ember ír a Földön, mindennek más a DNS-e és az ülenyomata. Miért gondoljuk, hogy ami ez belülről megszabja, legyen ez a hallhatatlan lélek vagy a természeti program, nem más, nem egyéni, nem individuális. És szerintem akkor lesz a, a pedagógus egy meghatározó szereplő a gyerek életének, hogyha ő hozzá tud tenni ahhoz, hogy én az legyek, akivé válni szeretnék. Tehát, hogy abban motivál pozitívan, hogy a saját legjobb én részemet ki tudjam alakítani, és hisz is abban, hogy ez valahol ott van bennem. Tehát, hogy meglátja bennem levő lehetőséget a potenciált, ad egy jó útra valót, egy, egy hitet igazából, hogy én ezen el tudjak indulni, és sőt, örülni is tud annak, vagy akár a másságnak, hogy, hogy miért ne örülhetne egy, egy matek tanár annak, hogy mit tudom, én a diákjából jó pszichológus lett, vagy jó Egy, egy ilyen tanár, utolsó utána kérdést szerettem volna hozzá föltenni, hogy mit Igen. tesz az a matek tanár, aki azt azt jembesül, hogy a jó Istenért nem tudtam én abból a gyerekből kettesni, már most többet kimángorolni, de ennek ellenére imádom. Na hát, én pont így jártam, mert hát az én oszim is elmondhatja a 9-12-ben, hogy én és a matema. Én a barátném, meg a harmadik barátném, mi hárman voltunk úgymond a legjobb matekesek az osztályban, tehát hogy gyakorlatilag párhuzamosak voltunk a matematikával, de mégis most nemrég kaptam egy ilyen visszajelzést tőle, hogy hát, hogy mennyire büszke rám, és hogy mennyire ügyes vagyok. Tehát, hogy, hogy, annak ellenére, hogy én nem voltam jó matekes, és ő volt az oszim, és ő a mateket tanította, tehát ettől én még megvalósíthatom önmagamat, Úgyhogy hát a matematika az teljes párhuzam mai napig is. Tehát, hogy, hogy nem csak abban a tantárban kell, te különleges legyél. Hát aki ismeri ugye a multifaktoriális intelligencia modelljét, az tudja azt, hogy tényleg rengeteg olyan út van, ami, amin valaki elindulhat, hogy lehet valaki jó táncos, vagy jó ezermester, vagy jó téri rendelkező, vagy jó író vagy, bármi, tehát, hogy, hogy nem kell az legyél, tehát, hogy, hogy tanárként, nem az adja meg az én értékemet, hogy mennyire jó matekes ebből a szempontból az osztályom lehet, hogy senki nem tud jó matekezni, és akkor te is hányszor vagy úgy, hogy most nem, tehát, hogy nem úgy tanítasz, hogy most mindenkiből bölcsész lesz, de hogyha ő a kezébe vesz egy könyvet, mit tudom én, majd apukaként lesz neki egy gyereke és akkor elkezd olvasni egy mesét, vagy elkezdi majd ő is tanítani az ötödikes gyerekének. Addit akkor el fogja mondani, hogy jé, képzeld el, nekem volt egy olyan magyar tanárom, aki, és lehet, hogy majd a gyerekén keresztül szeret meg valami olyan dolgot, amit te indítottál meg benne. Vagy lehet, hogy azt mondja, na, én Adit rühellem, de az a tanár az egy jó fej tanár volt, és pont, tehát ez is ugyanúgy belefér. Tehát nem biztos, hogy a tantár lesz az élete csúcsa. És ez, ezért van az ugye ez a gondolat, ami szerintem az egész pedagógus diák kapcsolatnak a lényegét kifejezi, hogy azt el fogják felejteni, amit mondtál vagy tanítottál nekik, de az sohasem, hogy hogy érezték magukat veled közben. És ugye a pedagógiai légkör, tehát az, hogy lazán lehet beszélgetni, hogy nem a felmérésen és a jegyeken és a fenyegetésen van a lényeg, hanem beszélgetünk Adiról, meg Adi szerelmi életéről, meg kapunk kapcsolódási pontokat, és hogy ránézzünk egy verse, még az is, azt sem mond, hogy ez nem tetszik, de legalább ismerem, akkor megnézem, hogy mi az, ami tetszik és hogy van egy kölcsönös párbeszéd, és az egy jó óra, ami, amiben ugye figyelnek rám, reflektálnak rám, és nem akarják lenyomni a torkomon a tehát nem, 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 az a tanításnak a lényege, az egész pedagógiának a lényege, hogy ha akarod, hanem én ezt megtanítom neked, és te fel fogod nekem mondani. És egy zárójel a végére, milyen jó lenne, hogyha ezt a pedagógusok felett állók is belátnák, hogy nem biztos, hogy ez lenne a pedagógiának a célja, vagy ezt kéne tenniük az iskolában a pedagógusoknak. Zárója bezárva, Anna, Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm szóval. ezt a beszélgetést is. Mielőtt elengedlek, ugye megköszönjük, hogyha Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, deezer -en, bármilyen stream felületen, ahol hallgat minket, értékeli az adást, listára tesz minket, megosztja az adást, terjeszti a jó hírét, hogy még sokan élhessünk boldogan. YouTube csatornánk is elindult, arra is föl lehet iratkozni, ha valakinek ezek az applikációk kicsit idegen terepnek számítanak, bár szerintem azért a hallgatóink közül sokan már, már ezeket ismerik, vagy nézem, a spotify sokan szeretik. A, a, a spotify azt, kilővel sokan hallgatják. Analyzer, tudod, nézeket az adatokat, hallgatottsági mutatókat. Spotify-on sokat hallgatnak minket, meg azt le is kell adnunk minden, minden hónapban a Vodafone-nak, külön ki kell mennünk, a Spotify-on hányan hallgatnak minket, ugye azt nagyon látom. YouTube-on is ott vagyunk egyébként, ott is egyre több a feliratkozó, és akkor ugye, hogy mindig elmondjuk, Patreonon szintén ott van minden adásunk, ez is hosszabb, közel egy óra hosszás terjedelemben, az elmúlt másfél év összes többi adásával együtt. Tehát itt nem arról van szó, hogy mindig egy-egy adás kimegy, és azt meg lehet hosszabban hallgatni, ott az elmúlt másfél év archívuma visszahallgatható. Az utóbbi napokban egyébként sokan iratkoztak föl Patreonon, úgyhogy köszönjük szépen. Most nem mondom, hogy ott tömeg van, de hát itt ugye nyilván minden egyes ember, aki ott bejelentkezik, az konkrétan pénzzel támogatja ezt, a, ezt amit mi csinálunk, és azért ezt, ezt, úgy külön köszönjük is nekik, nem? Tehát ez a helye meg az ideje. Igen. Hogy ezt időről időre megtegyük. Nem tudom, hogy azt elmondod, hogy mire készülünk most. Ja, a hogy föl, a, 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 a fölvétel pillanatában mire készülünk, mert ugye, amire, uh, ha már ilyen téridő kontinú, most igen, megbomlik. Lesz, igen. <laughs> De a fölvétel pillanatában arra készülünk, hogy veszünk egy bazi nagy levegőt, aztán utána újraindítunk egy másik ablakot, uh, egy Zoom linken, uh, ahol is ugye megtartjuk az első online pszichopik amit mire te ezt hallgatod, már lehet, hogy visszanézhető lesz majd. Ah, na ez jó lesz. Igen. Tehát ugye, hogy, 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 hogy kitaláltuk ezt az online pszichopikniket. Mi előre is dolgozunk, és visszafele is. Tehát, Igen. hogy ez ennyire jók vagyunk. És az lenne a terv, hogy, hogy a jövőben legalább minden éjszakban egy kis szezonális pszichopikniket, szere, pszichopikniket szeretnénk tartani, amit úgy hirdettünk, hogy ez egy ilyen online mi idő. Ez nem feltétlenül egy tematikus beszélgetés, mint amilyen mondjuk a szülinapi élőzésünk volt, vagy az autizmusról. Bár az az élőzés, az pont egy kicsit ilyen felemásra sikerült, de... Dehát ez nem Igen. egy tematikus élőzés, hanem ez kicsit tényleg egy beszélgetés lenne, egy ilyen kis online közönség találkozó lenne, ahova kötelező elem legalább egy kávé, de lehet egy kis tealsütit, egy szecsát, valamilyen neked bármit bekészíteni magunk mellé, és akkor tényleg ott egy picit beszélgetünk. Na, a Patreonon ezekhez az ilyen jellegű online eseményekhez is előbb lehet hozzáférést kapni, tehát ez is egyik előnye a Patreonosnak lenni nálunk. Illetve ugye az életmeség sorozatot is idén elindítottuk, ami egy-egy tematikus életmód, önismeret, gyereknevelési kérdést bont Szolgat, szintén Patreonon érhető el, illetve annának már írtam egy pár napja, hogy szeretettel várom a kizárólag Patreonon elérhető, EQ fejlesztő, sehol máshol meg ja, nem jelen tényleg, a következő igaz. sorozatát. Megvan, megvan. Látom van. az arcára rád és hogy új igen, igen, ez még a listán ez még a tudú listán van. De már kettőt kettő rajta van, ugye? Kettő, kettő. már kint van. Ez lesz a harmadik. Igen, igen, lassan érkezik, abból is a folytatás, úgyhogy megéri nálunk Patronosnak is lenni. Egyébként pedig Facebookon, Instagramon és e-mailben és boldogan éltek. infokukas gmail.com, fészen instán pedig és boldogan éltek megtaláltok bennünket. Köszönjük szépen, hogyha megosztjátok velünk a gondolataitokat. Ha mondjuk erről a pszichopiknikről lecsúsztatok, akkor esetleg majd a következőn. Hát Anna, még egyszer köszi, hogy itt voltál, és akkor hallgatókkal találkozunk két hét múlva veled, meg pár perc múlva újra. Szia! Igen. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.